Interaktív nyílt napra várta az érdeklődő középiskolásokat a Debreceni Egyetem egészségügyi kara Nyíregyházán. Az intézmény 1990 óta működik, majd 2000-ben lett a Debreceni Egyetem további 13 karának tagja. A hallgatók nagy része Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyéből érkezik. A diákok itt jellemzően államilag támogatott képzéseken tanulnak. Szeptembertől 4 alapszakra, 2 felsőoktatási szakképzésre, valamint 4 mesterképzésre jelentkezhetnek a leendő hallgatók. Az ápolás betegellátás alapszakon belül védőnő, mentőtiszt, szülésznő szakirányra, az egészségügyi gondozás és prevenció alapszakon belül a védőnő szakirányra, illetve az egészségügyi szervező szakirányra, társadalomtudományi képzési területen pedig a szociális munka alapszakra. Ezen kívül meg kell említenem még egy felsőoktatási szakképzésünket is, a szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés, és most már 4 mesterképzésünk van, ugye az egészségügyi szociális munka, a szociális munka és szociális gazdaság, ápolás mesterszak, illetve az egészségügyi tanár mesterszak. Utóbbi szak idén először indul az egészségügyi karon. Az intézmény dékánhelyettese Sárvári Attila tájékoztatójában azt is hozzátette, a szociális munka és szociális gazdaság mesterszakos diákoknak a tanulmányi időszak alatt kötelező fél évet külföldön tölteniük. A hallgatók ebben az esetben több mint 10 ország felsőfokú intézményei közül választhatnak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány a következő években nagyobb összeget fordít a szociális munkások bérkiegészítésére. Ez pedig még kedvezőbbé teheti a középiskolások számára ezt a képzést. A nyílt napon az érdeklődők közelebbről is megismerkedhettek a különböző szakokkal, valamint az is elhangzott, a könnyebb bejutás érdekében ingyenes felzárkóztató tanfolyamot is indítanak a középiskolások számára. A jelentkező felütező hallgatók számára egyrészt társadalomismeretből, másrészt pedig biológiából érettségire felkészítő tanfolyamot szervezünk, emelt szintű érettségire. Ezzel a hallgatók könnyebben tudják teljesíteni a 280 pontot. A felkészítő tanfolyamok február elején indulnak majd, szombati napokon. Az egészségügyi karon jelenleg 1500 diák tanul. A felvételizők jelentkezését idén február 15-éig várják a felsőoktatási intézmények.